Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Igen érdekes mérkőzés a Mercateo-Bank ligában, hiszen a házigazda negyedik helyen álló BMT-je a 17. szombathelyi csapatát fogadta, akik tavaly este küldje az NB1-ből. A BMT 28 pontot gyűjtött, 9 győzelme, 1 döntetlen, 4 vereség, 3-6-6 a mutatva a szombathelynél, és 15 pont. Utolsó meccséken Vácot 2-0 győzte le a BMT-je, majd idegenben 3-1 nyert Győriát otthonában. A Vácot legyőzte a szombathely is 3-0, azon az MTK-tól 3-0-as vereséget szenvedett. Nézzük az összeállításokat, Gyurján Márton 44-es az ellenfél kapujában. Hátul 77-ese Júri Habovda, a 70-es Jancsó András, 26-os Jagodics Márka csapat kapitánya, 29-es Német Mário, középen Holdam Gergő 8-as, a 9-esre Tóth Gábor Kristóf, 35-ös Pedrák Bosnyák, 76-os Kis Benc, elő pedig 25-ös Novák Csanád Ákos, és 11-es Megyes Zoltán, Sűr, Eszlátyi, Gál, Szekér, Szalai, Füleki, Tóth Martin, Ülögér, Desis Szilárd Kispadján, és el kell mondanom, hogy Budafoknál változás történt, mert Illik Farkas Sebesti megsérült a bemelegítés során, ő kezdődött volna a helyét, Horváth Roland pótolja, helyén Horváth Roland játszik, 2-ese Opakszki Balázs, 6-osa Gohér Gergő, 12-ese Romis Daniel, 23-asan Kroner Martin, 5-ösen Olá Bálint, 11-esen Micsinei Miklós, 24-esen Zsolt és István Zoltán játszik, 10-esen csapatkapitánya Kovács Dávid és 18-asan Horváth Roland, Kovács Zoltán a kapustartalék, Margitics, Vankó, Vaszicskú, Horváth, Kulcsár és Kirják Henik üldögélnek, Csizmadia Csaba Kisbadján, hát Horváth Roland most már nem üldögél, hanem beállt kezdőnek, hiszen még egyszer Illik Farkas Sebi megsérült, reméljük nem súlyos. Horváth Tibor játékvezető munkáját Bertalan Dávid és Hofbauer Roland segíti. A haladás ugye sebzett volt, hát kiestek az NB1-ből és bizony a 17. helyen állnak. Tehát minden pontra égető szükség van, lássuk. Pikás a párosítás, hiszen a kupában is összesorsolták ezt a két csapatot, akkor majd szombaterre megy a Budafok. Úgyhogy minden pontra szüksége van, égető szüksége a haladásnak. A Budafok viszont remekül áll, és utána kikapott a Sárvár, a Gyirmót. Egymással játszik az MTK és a Siófok. Egy budafoki győzelemmel léphetne előre a tabellán a negyedik helyről, nagyon keményen a Budafok. Viszont a talaj megtéfálhatja a játékosokat, hiszen látják, a cipő és a labda, ahogy gurul bizony, hiába jó előkészített a talaj, és mindent megpróbáltak a pályamunkások. Másfél napja szakad az eső gyakorlatilag, mostanra ugyan elállt, de ez az eső, ez bizony megtréfálhatja a játékosokat. Kegyetlen kemény lesz ez a munka a talajon, és nagyon sokat ki fog venni a csapatokból. Vigyázni kell a lövésekkel a kapucsoknak, vigyázni kell az indításokkal, a rövidpasszos, a technikás rövidpasszos játék, ami Budafokot sokszor jellemzi, bizony most sokkal inkább hiány szenvedhet majd akár, hiszen ez a talaj, mondom, erre nem lesz alkalmas. Nagyon reméljük, hogy nem zúdul újabb első a pályára, és le lehet bonyolítani majd, nem úgy, mint a Copa Sudamericana döntőjét, ahol az ecuadori Valle, Independiente de Valle legyőzte a Colón csapatát, nagyon hosszú ideig esőszünet volt, tehát özönvízúdult a Paraguay Asunción Pablo Rojas stadionra. Hát reméljük, ez nem fog bekövetkezni itt Budafoknál. Néhány szót akkor a szombathelyi csapatára. 1919-ben alakult a szombathelyi labdarúgóklub néven. 1936-ig kellett válni az NB1-es szereplése, de rögtön jött a kiesés. Az NB1-ben 40, 41, 59, 71, 79, 89, 93, 99, 2001, és utána mindig kiesések jöttek. A 2000-es években, 2002-ben Magyar Kupadöntőt játszottak az Újpest ellen, de kupadöntőt játszottak még 75-ben és 93-ban. 93-ban a Ferencvárostól kaptak ki egy emlékezetes mérkőzésen. Egy távoli budafoki lövés, ott a lehetőség, budafoki helyzet, és 1-0, és 1-0, és 1-0, ott a lehetőség, budafoki helyzet, és a második percben, ha jól láttam, akkor Melóban Opaszki Szilárd a kapussal kicsargólabdát vétetetlenül helyezte a szombathelyi kapujába, kérem szépen, még a szombathelyi történetéről mesélek, és megszerzi a vezetést a Budafok. Sajnos a nagy óra nem működik, talán ez is az időjárás függvénye, de azt látom, hogy az első perc nem telt még el, és már is 1-0 arányban vezet a Budafok. Lehet, hogy kis szöglet lesz, nem Solt, ezt laposan gurítja vissza. Kovács Dávid emeli most föl, ott egy fejes! Nem volt rossz megoldás, Gohér, remek kombináció, és Gohér fejese nem sokkal ment mellé. És ebből bármi lehet, hiszen
Kovács Dávid beíveli azt a labdát, vagy akár keményen középen rúgja. Szabó Máté góljával 1-0 vezet a Budafok, és Kovács beívelésénél joggal remekhetnek a szombathelyi védők. Jó, megy az kapura, kiütik ott a lehetőség, visszagurítás, Soltész Leviel, el is lejön. Oda dobta, de ott találóba kerül a szombathelyi fiú, szabadrúgás, aki nagyot esett, Meggyes Zoltán Henő. Gyorsan elvégzett szabadrúgás. De gyorsan elvégzett szabadrúgásból nem lesz semmi, mert odaér a budapoki védelem. Szombathelyi szurkolók eddig eléggé rezignáltan csöndben vannak, még énekelnek a budafokiak. Egy ívelés Szombathelyi oldalon, Pósel érkezik és megfogja a labdát. Egy veszélyes fejet volt, bizony. Nézzük. Jüri Havarda végzi a szövetet. Nem tudom letenni, mert elgúdol a labda a játék között, ez nem érdekli. Ívelje, kedves barátom, és hát Jüri meg is teszi mindezt, laposan, és kívánkodik a Budafokiak. Haza-haza mondják ott a szombathelyek, hát azért annyira nem, ez egy hosszú indítás. Egy szombathelyi akció kivontakozóban, Tóth Gábor. Egy nagyon magas ívelés az a kapusé kell, hogy legyen, de mellé ütött a kapus, és egy nagy helyzet kimarad, végül is kirúgás. A 37. percben bizony-bizony, ez szombathelyi lehetőség volt, az elég pósár kapus most nem túlságosan jól jött ki. Szombathelyi szöglet. Nagyon reménykedik itt a szombathelyi publikum, pár tucatnyian, hogy jó lesz a szöglet. Kevésbé reméli ezt a budafoki közönség. És egy könnyedén kifejelt labda, ezt nyugodtan mutat. Sőt, Szabó Máté megfuttatja az ellent. Oldam. Ezt éppen csinálta, elesik Bohé, és a helyén be lehet adni. Egy kifejelt labda, és jöhet. Ezt szépen csinálta Kovács. Kovács Dávid, megelőzték. Ez nem volt szerencsés fordulás most, Meggyes, az ő beadása sem volt szerencsés. Horváth elől megszerzik a szombathelyiek. Most már állandósuló szombathelyi fölén, 42. perc, de eredménnyel ez nem párosul, mert hiszen továbbra is Szabó Máté góljával 1-0 a Budafok vezet. Szép szerelés és Kovácsot felrúgva, szabadrúgás. Kovács Dávid fejfőt elszáll, de belefejel, így indulhat Horváth. Horváth, egy jó csel, Horváth, aztán beérik. Visszafejelt labda, ez jó, Kovács Dávid. Egyből körgeti, Horváth mögé megy, ott van Soltész, Horváth, ej, nem jó a csel, de vissza, Horváth, leesik, nem történt semmi, ho-ho, a 45. percben. Hát, ez bizony nagyon 11-es gyanús. Ez bizony nagyon 11-es gyanús helyzet. Lefújta a játékvezető. És a mellett egy gyors BMT akció. Úgy látszik, hogy a fél idők elejét megnyomja a BMT, hiszen a második percben szerezte a gólt Szabó Máté, és most a 46. percben szögletrúgás. Lapos. És ebből szögletből lehet szöglet? Nem, mert megmentették a szombathelyiek. Itt viszont egy szabadrúgás. Na nézzük, ez is egy igen jó pozícióból elvégezhető szabadrúgás. Jól ívelődik. Szépen kifejelt labda volt, bizony veszélyeket hordozott magával. A hosszan előrehet labdát nem érheti a Budafoki, és ott a földön egy szombathelyi fiú. Ezt csinálta Gohé, és ott már is. Fülye játékvezető kifelé szabadrugás pedig jó megoldás lett volna. Hát esély nem volt a kapura lövésre, komoly kapura lövésre, hiszen már belesípolt a játékvezető. Megpróbálna elindulni Horváth, de hát esélye nem volt. Újabb szombathelyi támadás, hosszan alá nyúlni a labdának, de Opapszki ott van. Lábaló tovább perdül a játékszer. Aztán már mit csinálj, köszöni szépen. Jó labdát kapott. Kovács szépen tolja le, megindul Kovács. Kovács. Még mindig az övé. Ez jó kiugratás, Horváth. Nem lesz közöttel Szabó. Horváth.
Csanád, darabja a Csanád, nagyon jó, Szabó, óriási védés az 55. percben, elképesztő. Ez szép szerelés volt, és Romics indítása, a Kovács, ez nem lesz, Kovács, elviszi a sárgázóra a játékvezetők megint. Szabadugást ítél, nem büntető, szabadugás. Kifelé, sárga lapot ad Kovács Dávidnak, hát ez hihetetlen, az 59. percben. Arra szurkolók is hallatták most hangjukat, egy ígyvel, és egy szép védés, Kóser a 62. percben. Én megjegyzem, a tulajdon nem fújt be szabadrugásokat a bíró. Most van a lövés, és Borsán. Jó helyezkedett, és nem jön ki róla a csúszós labda, ami bravúr. Lesz is, Vankó. Legurított, és visszakapja Vankó, a gyors fiú. Vankó megindul a jövő. Á, ki akart adni Kovácsot. Most a 92-93. perc, előre rúgott labda, visszafejeli a Budafok. Valakinek el kéne rúgni Kulcsán, elrúgja, és abban a percben vége. A Budafok tehát újabb győzelmet aratott. Egy nagyon kemény mérkőzés, a tavaly még NB1-es Budafok, tavaly még NB1-es haladás is fejet hajtott a Budafok előtt. Megvan a három pont, és ez a lényeg Szabó Máté góljával. A végeredménnyel búcsúzom, Budafok, Szombathely teljesen megérdemelten 1-0 a második fél idő alapján, a különbség nagyobb is lehetett volna. Gratulálok Csizmadia Csabának, második helye tabellán, és egy nagyon fontos győzelem egy végletekig harcoló haladás ellen. A sikertitkát nem kell kérdeznem, hiszen látjuk, fantasztikusan együtt van a csapat, mindenki akart, mindenki harcolt. Milyen nézés volt ezt a kis puzzle végignézni? Hát megmondom őszintén, hogy azért izgultam, mert 1-0-nál azért bármi előfordulhat, egy pontrugás, egy lecsorgó labda, bármi, tehát izgultam, viszont így meccs után én mindig azt mondom, hogy az 1-0-ás meccsek azok nagyon-nagyon értékesek, és a csapat erejét mutatják, főleg úgy, hogy a mérkőzés előtt rögtön egy kényszerű sérülés volt, és megint ismételni tudom önmagamat, hogy bejött a helyére a Horváth Roli, és hogy bárkit beteszek, tényleg lehet rá maximálisan számítani, és azt gondolom ez mutatja, hogy mekkora csapategység van itt Budafokon. A másik fél időben ismét megint erősek voltunk, mentálisan is és fizikailag is. Nem látszott az eső, a kegyetlen talaj, úgyhogy ehhez külön gratulok, és mi van Érik Farkassal? Hát egy húzódása van, holnap megy majd vizsgálatra, az majd holnap kiderül. Sajnálom, mert jó formában volt, de hát ezért vagyunk olyan sokan a keretben, hogy tényleg akárki beáll, akkor csinálja a dolgát. Az, hogy bírták a srácok, az bizonyította az elmúlt heti mérkőzések, tehát 3 mérkőzésen, úgyhogy szerdán egy kupameccset játszottunk 120 percet, és Győrbe lehoztuk úgy a meccset, hogy egy talán egy ilyen kényszerű cserje volt, úgyhogy az mutatja, hogy tényleg jó állapotban vagyunk.